Újabb támogatásokkal segíti a kormány a turisztikai szektorban dolgozókat. Az éttermek, szállodák, járulék kedvezményt és bértámogatást kapnak, és a házhoz szállítással kapcsolatos adminisztrációs terheket is csökkentik. A részletekről a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgató helyettesét kérdezzük. Könnyű László, most a vendégünk. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, köszöntöm a nézőket! Az állam a szállodák, hotelek számára kifizeti a kieső bevétel nagy részét, ugye ez az az intézkedés, ami rájuk vonatkozik itt a 30 napra. Mennyi pénztől estek el a szállási szolgáltatók, látják -e ezt, és hogyan kapják ezt meg? Természetesen a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ, a hazai turizmus adatvezérelt központja, ha szabad így fogalmazni, amiben napra készen látjuk a szálláshelyek adatait, nem csak a szállodák, hanem a magánszálláshelyek, a panziók és minden típusú szálláshely foglalási adatait. Látható, hogy novemberre a rendszerben több mint 980 ezer vendégészaka került rögzítésre, és az állam úgy döntött, hogy a november 8-áig a november hónapra beérkező foglalások után, tehát november 11-től december 11-ig terjedő időszakra a befoglalt foglalások értékének 80%-át téríti meg a szálláshelyek számára. Ez várhatóan mintegy 15 milliárd forintot jelent majd. Ez a 80%-os megtérítés, ez mit jelent a szolgáltatók számára? Mennyire húzza ki őket a gödörbe? Ebben az időszakban, ami tipikusan egy utószezoni időszak a hazai turizmusban a novemberi időszak, azt gondoljuk, hogy egy segítségnyújtás lehet a szállásadók részére, hiszen az állam ebben a formában kártalanít az elmaradt forgalom után. Azzal együtt, hogy a, a foglalási magatartás ebben az időszakban kettő területen oszlik meg, van egy jelentős előfoglalási hajlandóság a belföldi vendégek részéről, és néhányan az, az, az utolsó napokban néhány nappal a pihenés előtt foglalnak. Van bérkompenzáció része is ennek a programnak, ez kinek jár? A vérkompenzáció a döntés értelmében a vendéglátó helyeknek jár, és azoknak a szabadidős létesítményeknek gondoljunk itt elsődlegesen uszodákra, gyógyfürdőkre wellness központokra, a, amelyeknek zárva kell tartani ebben az időszakban, ugyanebbe a körbe természetesen a múzeumok is. A bérkompenzáció lényege pedig az, hogy a bérnek az 50%-át téríti meg az állam, és én azt gondolom, hogy az is egy nagyon fontos lépés, hogy ebben a 30 napban a munkáltatók nem fizetnek járulékot a munkavállalóik iránt. Ha alapvetően az egész intézkedés csomagot vizsgáljuk felülről nézve, akkor azt látható, hogy az államnak egyetlen szándéka van ezekkel a lépésekkel, mégpedig a munkahelyek védelme a szektor teljes egészét tekintve. Hogy látják, mennyire segítenek ezek túlélni? Tehát ez a 30 napot ezekkel a feltételekkel ki lehet majd bírni? ebben bízik az állam, hiszen a segítségnyújtás alapvető motivációja az volt, hogy a tavasz időszakban, ahogy történt, az a cél most is, a vészhelyzet kihirdetését és a leállást követően szinte azonnal megjelennek azok az intézkedések, amelyek a túlélést hivatottak szolgálni. A 30 napos leállás alatt sem áll meg az élet, hiszen gondoljunk bele, az éttermeknek lehetősége van a házhozszállításra, lehetőségük van ételeket előállítani és a vendég el elviheti az étteremből, csupán a helyben fogyasztás és a helyben való étkezés a nem megengedett, és az látszik, hogy a szektor számos szereplője a házhoz szállításban lát anyagi lehetőséget, látja a túlélésnek az egyik motorját és lehetőségét, és én azt gondolom, hogy ez az egész november hónapot át fogja hatni, és a fogyasztóknak, a vendégeknek is van ebben egy felelőssége, hogy rendeljenek ételt házhoz szállítással, hiszen ezzel segítik a hazai gasztronómiai ágazatnak a túlélését. A szálláshely szektor pedig bízik abban, hogy a leállást követően lesz majd egy ünnepi időszak, a karácsonyi, az új év időszak, hiszen látható, hogy a Nemzeti Turisztikai Szolgáltató Központba érkeznek foglalások a decemberi időszakra is, a karácsonyi időszakra és az új évre, és bízzunk benne, hogy a járványügyi helyzet lehetővé teszi, hogy a szálláshelyek az év vége felé aztán ismét kinyithatnak és működhetnek. Mi a B-terv, mégsem így lesz? Ebben az esetben a Magyar Turisztika Ügynökség és a kormány vizsgálja majd a következő lépéseket, hogy milyen gazdaságélénkítő lépésekre és munkahelyvédelmi lépésekre van szükség. Ahogy miniszterelnök úr is fogalmazott, meg kell várni azt a két hetet, hogy a korlátozó intézkedéseknek lássuk a hatását. És mivel a turizmus, a vendéglátás az egyik leginkább érintett ágazat a leállás kapcsán, hiszen, ha szabad is fogalmazni, szinte megszűnik az élet, minden további intézkedést, akkor lehet majd eldönteni és megvizsgálni, ha már kicsit közelebb látjuk, hogy, hogy lehet a decemberre felkészülni. Egyelőre azonban az látszik, hogy az ágazatban van egyfajta optimizmus a decemberi és januári forgalmi időszaknak köszönhetően. Télen alapvetően, ha a járványügyi helyzet lehetővé teszi, a magyarok itthon fognak pihenni, ez látszik már a számokból a jövő év első időszakát illetően. A klasszikus külföldi síelés és téli időtöltés helyett a belföldi belföldi szálláshelyek, a belföldi destinációk alkalmasak arra, hogy a magyaroknak a belföldi pihenését biztosítsák. Ugye ja, itt vagyunk az év végén, és szerintem nem tévedek, ha azt mondom, hogy a turisztikai ágazat szereplői azok a 2020-as évet nem fogják jó szájézzel emlegetni még nagyon sokáig. Hogy látja, ez az év, ugye volt egy éveleje, akkor még nem is sejtettük, hogy mi fog történni, volt egy nagy tavaszi lezárás, aztán volt egy nyár, ahol döntéseknek is tanúja voltunk. Most itt van egy ősz, egy újabb lezárás, és itt vannak az ünnepek, ami még bizonytalan. Hogy látja, most milyen állapotban van az ágazat? Mennyire sikerült eddig túlélni? Hány százalékban? azt gondolom, hogy egy hullámvölgynek vagyunk valóban a tanulja az idei esztendőben, ne felejtsük el, január-február hónapokban két számjegyel nőttek a turisztikai mutatók, 20%-os vendégészak a növekedésnek lehettünk tanulni, aztán 60 nap alatt leállt teljesen az ágazat, majd következett a nyári időszak, ahol három hónap alatt rekordszámban 11,6 millió a generálódott az országban, és most megint a teljes leállás közepén vagyunk. A turisztikai szakemberek nem szívesen fognak emlékezni majd a 2020-as évre, a kollégákkal beszélve a szakmában ez világos és ez látható. A a számok azt mutatják, hogy jelenleg a munkahelyeknek a döntő többsége megvan az ágazatban. Tavaly esztendőben még több mint 400 ezeren dolgoztak a turizmusban, a GDP több mint 13,5 százalékát adta ez az ágazat, tehát látszik benne a potenciál, és lesz majd hova visszafejlődni, ha vége a járványügyi helyzetnek. A munkahelyi adatok és a munkavállalók száma jelenleg azt mutatja, hogy tömeges csökkenésnek még nem lehetünk tanulni, az ágazat szereplői még itt vannak a, a szektorban. Én azt gondolom, hogy nagyon meghatározó lesz, hogy ez a leállás és a járványügyi helyzet a téli időszakban meddig húzódik el. Tehát a kérdésére igazából választ majd jövő tavasszal lehet adni. Könnyű lássanak, köszönjük szépen.